tovább erősödött a budapesti turizmus. Az online világ veszélyeire figyelmeztet a médiahatóság kampánya. A madárvilág sokszínűségét mutatják be Tóth László különleges természetfotói. Önök a Budai Híradót látják 19 órakor, jó estét kívánok! Folyamatosan igényelhetik a hegyvidéken élők a téli rezsitámogatást. Az önkormányzat havonta 13 ezer forinttal segíti a nehezebb anyagi helyzetben lévőket. A támogatásra azok jogosultak, akiknél az egyfőre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 99.800 forintot. Fokozottan rászoruló személyek esetében 140.400, az egyedül élő nyugdíjasoknál pedig 161.400 a jövedelem határ. A kérelmeket az önkormányzat népjóléti irodáján lehet benyújtani. Legkésőbb novemberben sikerül elérni, hogy egy számjegyű legyen az infláció Magyarországon, mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, hogy péntek délutánra jönnek ki a KSH októberi inflációval kapcsolatos adatai, amelyek várhatóan 10%-os inflációt mutatnak majd. Év végére pedig valamivel 7% fölötti érték várható. Jelentős minimálbéremelés és garantált bérminimum emelés várható a jövő év elején. Erről szintén Gulyás Gergely beszélt a Kormányinfón. Mint mondta, az emelések mértéke a legpesszimistább számítások szerint is meghaladja majd az inflációt, és mind az állami szektort, mind pedig a nem állami szektort érinteni fogja. A miniszter úgy fogalmazott, a 2024-es év a béremelkedések és a gazdasági növekedés éve lesz. A gazdasági növekedés az előrejelzések szerint a régióban nálunk lesz a legnagyobb. Tovább erősödött a budapesti turizmus. Szeptemberben a szálláshelyek forgalma 17%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A budapesti Dunapart, a Várnegyed és az Andrássy út mind olyan világörökségi helyszínek, amelyek most már a világ bármely pontjáról felfedezhetők, ugyanis nemrég ezek a látnivalók is felkerültek a Google Arts and Culture felületére. Az online digitális térkép is segíthet abban, hogy még több külföldi turista fedezze fel a 150. születésnapját ünneplő Budapest nevezetességeit. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint szeptemberben 3,4 millió éjszakát töltöttek a turisták Magyarországon, ami csaknem 6%-kal volt magasabb, mint tavaly ilyenkor. Budapest pedig továbbra is a legnépszerűbb úti célok közé tartozik, ahol mintegy 1,2 millió vendégészakát regisztráltak a különböző szálláshelyeken. Változatlan az egyetlen kulcs a minőség, és ezt sokszor elmondjuk, hogy a minőség az semmiképpen nem luxust jelent, tehát mindenkinek a saját kategóriában kell minőséget hozni, legyen az egy pici kürtös kalácsos bódé, vagy akár a Four Seasons Hotel, és én azt gondolom, hogy ez a minőség adhat okot és bizakodást arra, hogy jövőre is erős vendégforgalom legyen. Bízunk benne, hogy a sok nehéz év után nem egy újabb nehéz év következik. Én azt hiszem, hogy Budapest turisztikailag felkészült most, hogy akár csúcsévet is futasson jövőre, hogyha a körülmények megengedik. Az elmúlt években eredeti formájában állították helyre az egykori Szent István termet és a királyi lovartát, és jelenleg is dolgoznak a József főhercegi palotán, valamint a Vöröskereszt székház újjáépítésén. De a Liget Budapest program fejlesztései, vagy a nemzetközi szinten is kiemelkedő kulturális programok is tovább erősíthetik a turizmust. A fővárosi szálláshelyeken idén a német forgalom csak nem 20%-kal bővült. Lengyelországból 26, Csehországból pedig 15%-kal több vendég érkezett. De Kínából, Dél-Koreából, Nagy-Britanniából és Izraelből is rengeteg vendég jött Budapestre. Izrael nagyon fontos küldőországá vált az elmúlt években. Tavaly decemberben az első számú küldőország volt Budapest tekintetében, ez közel 70 ezer vendég éjszaka volt, tehát a tavaly decemberi forgalom 12%-át adta. Egyébként évközben is 7-10% között van, tehát az izraeli turisták elmaradása biztos, hogy negatívan fogja befolyásolni az utolsó negyed évet, de azért bízunk benne, hogy ettől függetlenül egy jó évet sikerül zárni a turizmusnak, ami fontosabb, hogy béke legyen. Flesz Tamás hangsúlyozta, az évvégi időszakban is erős forgalomra lehet számítani, de ehhez az is kell, hogy Európa más nagyvárosaiban is alacsony legyen a terrorfenyegetettség. Stagnáltak, sőt kismértékben csökkentek is a budapesti lakásárak októberben. Ez derült ki az ingatlan.com elemzéséből. Az adatok alapján a fővárosban 0,7%-kal mérséklődtek az eladási árak. Elemzők szerint a Budapesten tapasztalt enyhe visszaesés azzal magyarázható, hogy a magas kamatok miatt még mindig kevés a vevő, így az eladók csak alacsonyabb áron tudják értékesíteni a házakat, lakásokat.
Az elmúlt hetekben egyébként már élénkült az ingatlanok iránti érdeklődés, ami a lakástámogatási változásokkal kapcsolatos bejelentéseknek is köszönhető. Türelemre, kitartásra és egy kis szerencsére is szükségük van a természetfotósoknak ahhoz, hogy jó felvételeket készítsenek. Tóth László a madárvilág sokszínűségét örökíti meg, alkotásaiból pedig most a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal folyosó galériáján nyílt kiállítás. Jött egy hölgy, panaszolta, hogy képzeljem el, tűrhetetlen, az őzek már harmadszor legelik le a muskátliait az ablakban. És én nem voltam nagyon empatikus, és mondtam neki, hogy tudja, hogy hányan cserélnek magával ebben a városban. És hogy nem értette, hogy én miért nem érzem át ennek a drámai súlyát, hogy ezek az őzek milyen borzasztó népség. A Hegyvidék polgármestere idézte fel ezt az emlékét annak bemutatására, hogy egy városban, pontosabban egy kerületen belül is mennyire eltérhet az emberek viszonya a természethez. A Hegyvidék a főváros legzöldebb kerülete, 74%-át borítja a zöld terület, illetve erdő, szemben a budapesti kerületek átlagával, amely alig haladja meg a 40%-ot. Ám amíg a régi belváros sűrűn lakott területén vélhetően nagyon sokan legeltetnék a muskátliukat őzekkel, addig a hegylakóknak nem csak pontosabban főleg nem az őzekkel van bajuk, hanem például a vaddisznókkal, amelyek betörnek az udvarokba, vagy éppen a gyermekeknek épített játszóterekre viszik a saját gyerekeiket egy kis futkározással egybekötött turkálódásra. Az ember természet viszonya a kerületben tehát ambivalens, ám a polgármesteri hivatal folyosó galériáján kiállított madár, illetve természetfotók vélhetően sokak tetszését elnyerik. A madarakkal általában megértőbbek vagyunk, bár vannak madáriszonyban szenvedők, és ők nem felejtik el, hogy azért ők a dinoszauruszok leszármazottjai, de sokkal szeretetteljesebb a viszony. Nem véletlenül, hogy itt van a kerületben a Magyar Madártani Egyesület, és hát minden óvodással odú építő akciót csinálunk legalább egyszer az óvodás évei alatt. Aktívak vagyunk ilyen tekintetben, hogy mindenkinek legyen egy saját egyéni viszonya a teremtett környezetével, az állatokkal, hiszen nem csak egyedül birtokoljuk ezt a várost, részt, vagy ezt a területet, a földet, hanem velük együtt. És ezek a fotók erre nagyon jól fölhívják a figyelmet, hogy együtt vagyunk itt otthon, nem csak mi emberek, hanem velük együtt. A rendkívüli természetfotók alkotója egy nagy iparvállalat elektrikus szakértője, aki hetente 2-3 alkalommal is vállalja a kora hajnali kelést, vagy a más számára elképzelhetetlenül hosszú, mozdulatlan várakozást, hogy a különleges pillanatokat megörökíthesse. Közülük is a legszínesebbeket hozta el a kiállításra. Rengeteg képen van, de elsősorban én azt mondanám magamról, hogy látványfüggő vagyok. Szerintem vannak érdekesebb képek, ami kevésbé látványosak, de én inkább a látványosakat válogattam ebbe a kis kollekcióba bele. A természetfotós elárulta, hogy alkalmanként akár 3-4-5 óráig is eltart, míg a legjobb pillanat képpé alakul, de az is nagyon fontos, hogy közben észrevétlen maradjon a természet lakói számára. Van olyan, hogy építünk lest, nyilván lest építeni több feltétel kell hozzá, tehát a helyi tulajdonossal jóba kell lenni a helyi természetvédelmi szakemberekkel, akik elmondják esetleg, hogy hova ne, vagy hová lehet talán lest telepíteni. De nagyon sok kép ezek közül nem lesből, hanem spontán véletlen alapján készül. Ott meg igazából az addig szerzett ismeretek alapján úgy megyünk a természetbe, hogy legkevésbé zavarjuk az ott élőket. A Néz Madárnak természetfotós tárlatot november 28-áig nézhetik meg az első emeleti folyosó galérián. A különböző közösségi média oldalakon a gyermekek negyedének adatlapja teljesen nyilvános, és a szülők közelfelének profilja is publikus, ami rengeteg visszaélésre ad lehetőséget. Erre is felhívja a figyelmet az NMHH családoknak szóló programja. A kezdeményezés célja a gyermekek digitális biztonságának növelése. Minden hatodik középiskolás gyereknek volt már része online bántalmazásban, derült ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kutatásából. Ha az online eszközöket rosszul használják a családok, annak hosszú távon olyan káros pszichés következményei lehetnek, amelyeket már csak orvosi segítséggel lehet kezelni. Erre hívta fel a figyelmet a Vadaskert Alapítvány gyermek- és ifjúság pszichiáter szakorvosa. Puskás Krisztián szerint, ha a gyermeket túlságosan magával ragadja az online világ, akkor elszigetelődhet, kiléphet a közvetlen valós kapcsolataiból. Ez egy olyan biztonságosnak tűnhető környezet, ahol otthon, a saját szobája biztonságában
kommunikál személyekkel, akik talán idegenek, talán soha nem találkoztak, talán teljesen másként mutatkoznak be, mint az a valóság, és olyan tartalmakat oszthat meg, olyan tartalmak érik el, amelyekkel nem tud mit kezdeni, amelyek pont ezáltal, hogy egy biztonságosnak hit közegben, az ő szobájában érik el, emiatt sokkal intenzívebb hatásúak, mint például, hogyha az iskolában, szünetekben történnének ezek a kommunikálások, hogyha ott történnének ezek a visszajelzések. A gyerekek jelentős része nem mer beszélni a problémáiról, és fél segítséget kérni a szüleitől. Éppen ezért lenne fontos a szülők és a gyermekek közötti párbeszéd erősítése, és a megfelelő bizalom kialakítása. Erre is rámutat az NMHH Mobil a családom programja. Valahogy ki kell nyitni a gyermekeket, bizalmat kell ébreszteni ezzel az egész jelenséggel kapcsolatban, hogy ők ismerjenek erről otthon beszélni. Tehát a családon belüli kommunikációban kell változtatni, mert az online tér, a mobileszköz használat egyébként bezárja a családtagokat a kis buborékjaikba. Ez ellen tenni kell, fel kell lépni, stratégia kell, kommunikáció kell, szabályok kellenek a családon belül, tehát a családoknak dolguk van a digitális életükkel, az online életükkel. Erre szeretnénk felhívni a figyelmet, de ahogy hangsúlyoztuk, mindezt játékosan. A Mobil a családom program 10 tanácsot fogalmazott meg a mobileszközök használatáról. Ezek közé tartozik például, hogy a családtagok alkossanak közös szabályokat a videójátékokkal kapcsolatban, vagy hogy ismerjék meg az alapvető adatvédelmi beállításokat. Rövid tanácsokkal, egyszerű üzenetekkel próbáljuk felkelteni az érdeklődését a családoknak. Ennek keretében egyébként online felületeinken további tartalmakkal is találkoznak a családok, ahol az egyes témákkal kapcsolatban bővebben szeretnénk szakmai tanácsokkal segíteni őket. Az NMHH most több vidéki településen is bemutatja a Mobil a családom programot. A Momentán Társulat közreműködésével rövid jeleneteken keresztül szórakoztató formában mutatják be a digitális világ kihívásait. Honlapfejlesztésre pályázhatnak az óvodák az Okos Óvoda program támogatásával. Idén 120 óvoda és bölcsöde alakíthatja ki ingyenesen új weboldalát a programnak köszönhetően. Így javulhat a szülők és az intézmények közötti kommunikáció. A sikeresen pályázó intézmények munkatársai számára honlapszerkesztői képzést is biztosítanak. A terrorelhárítási központ kommandósainak segítségével fogták el a budapesti rendőrök azt a férfit, aki uzsora kamatra adott kölcsön egy nőnek, majd később meg is erőszakolta. A nő először 800 ezer forintot vett át, ezt követően pedig még több alkalommal is kért pénzt. A férfi azután az összegek 2-3-szorosát követelte vissza. Az asszony évekig fizette az uzsorát, azonban a kamat folyamatosan nőtt. A bíróság elrendelte az uzsorás letartóztatását. Megdőlt a fővárosi szélrekord szerdán. Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése szerint a Jánoshegyen óránkénti 79,6 km/órás széllökést mértek. A korábbi erre a napra vonatkozó rekord 68,4 km/órás szél volt, amelyet Lágymányoson regisztráltak még 2007-ben. A jövő héttől ismét várja a sportolni vágyókat a Gesztenyés Kert Futóklub. November 14-től indulnak újra az edzések, amelyeken a szakemberek többféle edzéstervvel várják az érdeklődőket. A futóklubba azok is jelentkezhetnek, akik csak most kezdenek el sportolni. Önök a Budai Híradót látták. Műsorainkat a Hegyvidék Televízió honlapján is megtekinthetik. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!